egy vidéki cégnél, a Dombóvárnak Ipari Szövetkezetnél abban az időben fejlesztő mérnökként dolgoztam, és ennek a cégnek a korábbi, tehát kicsit vissza kellene nyúlni a 70-es évekre, ahol, tehát, hogy volt neki híradástechnikai, hogy mondjam, előzményei, hogy valaha ott ilyesmivel foglalkozni lehetett, ugyanis nem sokan tudják, elektroncsőgyártás folytott. A kaposvári tungsrammal volt egy megállapodás, és a kettős triódák és a trióda pentod, az ECC 80 és az ECL 86-os elektroncsövek ott készültek. Ezért azt kell érteni, hogy a finommechanikai szerelést, az nálunk történt, Dombóváron, és hát pontegesztő hölgyek voltak, két műszakban legalább 60-an csinálták, és amikor összeállt, azt úgy hívták, hogy állvány, tehát az elektroncső, és ez az állvány visszakerült Kaposváron, más dolgok nem volt, mint üvegbúra, vákuum, teszt. Ez ment 1982-ig, ami úgy, hogy tudjuk, hogy a félvezető tehetnénk az rohamosan fejlődött, és az elektroncsöveket kiszorította a rádió televízióból is bizony 82-re már nem kellett csövet gyártani, és a cégnél mindig is keresni kellett olyan megoldásokat, hogy ezeket a munkaerőket foglalkoztatni kell. Hát ezt a 60 munkaerőt most ezt kirúgták volna a mai világban, hát akkor nem így történt, hanem áttették őket. Volt az autóizzógyártás is, amikor ez nem ide tartozott. Egy része ott volt, más része a műanyagiparba került, de ennekére megmaradt ott ez a lehetőség. És hát volt belső korrekciós erősítőket készítettünk a Romobilnak annak idején, és riasztó berendezések, tömkelegemen felügyeletes, ez alatt érteni kell a cégekhez, tehát portafelügyelet. És volt a harmadik, nem tudom, én úgy emlékeztem, hogy a BMW-n találkoztunk, a Jóskáik azt mondja, nem voltak ott. Én nekem úgy vannak képeim, vagy szakirodalomban, de mindegy tudomásom volt róla, hogy megvolt az első. Én akkor is azt mondom, az első magyar hazai házi számítógép, annak ellenére, hogy már volt előtte, de az nem az a kategória volt. Tehát arra, ahogy valahol olvastam, hogy az volt a céljuk, hogy hát olyan drágák voltak abban az időben, hogy ez egy normális fizetésű ember elfelejthette, hogy tehát egy, akinek van affinitása ahhoz, hogy forrasszon meg ismeretei, össze tudja otthon rakni, és utána kiegészíti azzal, amivel akarja, és csinál egy házi számítógépet magának. Nos, akkor a főnökeinek mondtam, itt van, látunk lehetőséget, lehetne ezzel valamit kezdeni, belement, és az 83-84 körül. 84-ben volt, már amikor fölvettem a kapcsolatot, én voltam azt hiszem, neki fölvettük a kapcsolatot még a, hogy hívják be, a kelenföldi lakótelepen. És onnantól, hogy nem emlékszem pontosan, de hogy most szerződéskötés volt-e, vagy nem, vagy vettünk anyagot, hoztunk, és aztán Hommeláb 4-ről beszéltünk akkor már, tehát ennek a 3-ast még, tehát az alap az ugyanaz volt, tehát ők, Józsék, biztos, hogy valami szerződés volt, ezt nem én intéztem, átadták a beégetett EPRO mintákat 27-16-32-re, és ezt kellett csak már másolnunk. A nyákról vagy a 2-1-es mesterrajz volt, vagy 1-1-es film, már nem tudom, de azt tudom, hogy a kaposvári Tungsrammnak gyártattuk le, nagyon nagy nyákkészítő üzeme volt, úgyhogy mindegy jó pár darabot megrendeltünk náluk. Hát, két oldalas ment nekik, de volt későbbi ebben kiderült, az itt-ott azért volt gond. És készítettünk, másik feladat az volt, hogy hát ugye ez üres volt, láttuk itt a dobozok, hogy felöltöztetni. Tovább megkeresem azt a gépet, ez volt az. Egyik feladat az volt, hogy billentyűzet, ugye volt fóliatasztatúra, illetve ez a, hát itt van egy nagyon jó, ez még nekem is van, és az a gumitasztatúra, ez, szerintem ez volt az, ami nálunk volt. Ez volt. Ez volt. Tehát gyakorlatilag gumitasztatúrát itt is kaptunk, és tettünk fölé, készült doboz, ez ABS-ből készült, szerszám megoldás viszonylag olcsón meg tudtuk oldani, és gombok, billentyűzetek, rugos visszaállítások, ezzel nem is lett volna baj, csak hát az volt a gond, kicsit masszírozni kellett, hogy valamint a tasztatúrát, hogy menjen. Tehát, hogy mondja, végülis úgy döntöttünk, ez nagyon professzionálisan, tehát majd később a hakoknak ezt nem lehet így forgalmazni, de viszont nagyon jó arra, hogyha valaki amatőr módon akar dolgozni, és nincs billentyű, nem tudja, hogy oldja meg, vagy nem akar barkácsolni,
Úgyhogy elég sokan voltak, most ezt nem tudom, de nem százra azért teszem azoknak a számát, akik megkerestek. Ez a gép is úgy került vissza hozzánk, hogy annak idején 84-85 körül megkerestek, és megvették zacskóba. Megkapta a dobozt, billentyűt, darabokba rugót, minden vackot. Ez a kis gumi, amit mutattának, volt egy kis pereme, bele lehetett ragasztani, volt egy kis, hát úgy készült el. Mi vettük tőle. Vettették, azok mentek a kintbe. De én olyanról beszélek, hogy nálunk is ment el, nem csak ott. Azt nálunk is ment el egy pár, nem tudom, de elég sok volt. Tehát nem mondjam azt, hogy kikerülve, de csak úgy tud. Nem hiszem. Kézgépet alig adtunk el. Adtunk el, tehát ilyen technikával, hogy... Adtátok el meg a bozót. Hogy dobozban volt, Humelab 4, ezzel a billentyű, ez is az volt. Nem nagyon beszélt, de vissza kell térni arra, hogy ha a nyáklemez jó volt, és az illető nem forrasztott mellé, azt a gépet összerakták, az elindult. Nem kell éleszteni. Azt csak mondom, hogy tapasztalat. Ha jó volt a nyomtatott áramkörlemez, és ez a gyártás ment nálunk is, tehát ültettek be alkatrészeket, tehát ezek a hölgyek, de ezt már később beszélünk. A másik oldal volt, ahogy mondta a Józsék is, hogy elkészült végül is a text-to-speech rendszeret, tehát ez a gépekből beszélő gépet lehetett csinálni. Meg is tettük, megkaptuk a szoftvert, ez egy 4K-s rész volt, azt hiszem, de akkor a billentyűzetet csak mondom, Táki billentyűzet, hogy Táki billentyűzetgyártás, és Táki billentyűzetre lecseréltük, és az utolsó, hát az hatodik helyre a kártya, egy 24-es fogadó belett ültetve, és beszélt, már valami megszólaltatták, nem tudom, be vannak a másikon, persze itt ráadásul is dugtam be. Be van ez kapcsolva? Nincs. Ismerem, köszönöm. És, na hagyom, tehát Csaba, akkor még hozzá kell tennem, hogy szövetséggel is szerződést kötöttünk, majd a Vakok Országos Szövetségével, és erőjegyezhető volt ez a számítógép, tehát nem úgy volt, hogy neki álltunk gyártani, hanem bejelentették igényt 20-30-50, mikor mennyi volt, és 20 ezer forint alatt volt az ára, én úgy emlékszem, állami támogatás volt nekik rá, Csaba aztán jobban tudja, hogy mennyi volt, vagy hogy volt, és így leszállítottuk nekik a... Visszafele... Megpróbálok visszafele, hoppá, jó? Hogy más is, itt álljunk meg. És mert Csaba sokat tesztelt ezeket a gépeket, én arra emlékszem. Megkapta ő is, és kifogásai voltak, arra nem emlékszem, hogy teljesültek is a kívánságok, de végül is a gép jó volt. Egyáltalán a rakok és gyengéglátóknak nem is volt abban az időben semmiféle eszközük, hogy, tehát még ha az, hogy alternatíva lett volna neki, hogy megismerkedjenek a számítástechnika alapjára, ez nem arra készült, hogy az iskolában oktatásra használják, hanem arra, hogy megtanulják, és felnőttek is vitték el, vagy diákok, legtöbbször, vagy egyetemisták, vitték és tanultak belőle. Benne volt a dupla pontos aritmetika, nem, de az assembler, úgyhogy a gépi kódú programozást is megismerhették, a diszeszemblálás is benne, és ugyanúgy elmondta, hogy az elmesélték a képernyőt, elmondta, a sorokat kinyomtatja, és így is bejelentkezett. Végül is nem tudom, mennyi készült. Hölgyek gyártották, körülbelül annyit érdekesség a gyártás, hogy nem egy mindenki forrasztotta. Az első csak ICI foglaltot, a második a következő lépés, ellenállás, kondenzátor, mindenkinek ott egy részfeladata, és az utolsó összerakta, aki jobban képzett volt, vagy technikus volt, ott nem tudom már, és ha nem indult el neki, akkor hozzánk került a gép. Ez olyan 10-ből a 8 esetben azért jó volt, durván kettő hozzánk került, két oka volt, egyik az, hogy forrasztásiba volt benne, alkatrész esett meg elültetve, harmadik most visszatérve nyákra, annak kell, hogy a tungsztrom, hát nagy, nem tudom mennyit gyártottunk, 5-6 százat talán, vagy meratásiba volt, úgy hajszálvékony szakadás, ez erőszeretettel előfordult, vagy nem marta ki rendesen, és galvanizált volt a felület, utána ezeket a részeket ezt berántották, na mindegy, át kellett vágni a szikével, és működött a gép, tehát azért ez egy kis időt vett el.
ennyi volt vele, tehát nem kellett szenvedni, kínlódni, volt hozzá teszt, szinte Józsiak adtak, tehát csupa szállát tenni, RAM tesztet, képernyőt, nem beszélt a képernyőjéről, hogy ez egy jó megoldás, egy processzornak nem kell dolgoznia, nem foglalkozott a képernyővel, autonóm számlánc volt, amely frissítette a képernyőt, más dolga is volt, jó megoldás, és tehát ezeket így a vakemberek tudták használni. Hát talán 90-91-ig, nem tudom eddig, az XT szó volt, vagy nagyon kevesen. 85-ben ez a gép 200, én ismeretem szerint 250 ezer forint volt, 90-ben 80 ezer, és hát mert ugyanis volt ilyen, nem tudom Csaba mennyire emléksz, egy pár XT-re, mert a szövetség, a rendszerváltás idején, azért ott már nálunk is kezdődtek a gondok, valamint elfejtettem, visszatérni az alkatrészre, mindenki panaszkodott alkatrészre. Hát elmondom, nálunk ilyen gond nem volt. A cégnél, ez egy vegyipari cég volt főleg, de volt más terület, exportra dolgoztunk. Mesterkeverékeket, az amivel szín, és granulátum. A granulátum, amiben lesz a fröccsöntő, mesterkeverékeken a granulátumokat színezik. Natur granulátum ment ki, színezik is, devizát termelt az országnak, nem keveset. Csak ez 80-as években ráadásul megszorítások voltak a devizakeretekkel, nem tudom ki mennyire emlékszik erre. Érintett minket, és külföldi szakirodalom meg egyebek, hogy elmaradtak egy-kettő. De ennek az egy részét a cég felhasználta, nem, tehát mivel nem mindent, valamelyit megkapott, tehát nekünk az alkatrész M1-nál ott volt, 3 hét alatt itt volt, hanem kokomlistása, de ebben nem is volt ilyen. Sőt, még az E86 is, nem, NDK, az is volt, de volt olyan, hogy az E80A jött. De volt, hogy a hanyag beszerző orosz IC-t, haverom, és ez így, ahogy van, szépen visszaviszed, meg se próbáljuk, mert volt vele rossz tapasztalat, és hozott vagy SN, tehát standard normál sorozatból. A Dorosz-Icétnek emlékeim szerint volt egy nagyben, hogy nem mint az osztásúak voltak, hanem metrikusak. Az a másik, igen, meg 2-5-ös. Igen, nem incses osztású volt. Azt nem, így igaz, azt nem lehetett, mert a incs 2.54, ő meg 2.5, az azért, mert KGST-e hülye, ilyen milyen szabvány volt. Nem is beszélve arra, hogy amit nem szerettem, egyszer csak megváltozott, iskolában jártam a Bull-algebrát, meg egyébként a logikai és az amerikai standard szerint. És akkor jöttek ezek a kockák, elmérlál, mindenhol kockákat rajzoltak, soha, nem is érdekelt. Nem tudtam megszokni, és nem érdekeltek azok a rajzok, amelyik ezzel a technikával készültek. És hála Istennek nem, úgyhogy attól függetlenül pofátlanul én a saját jelölési rendszeremet használtam, amit meg ez ilyeszer volt. Úgyhogy ez így igaz, mit? Menjünk haza. Menjünk, ez így igaz, hogy ott hívják a 40-es nem fért bele. Nem is hoztuk, nem, 14-16-ig még lehetett. Úgyhogy nem volt orosz IC nálunk. És talán ezt lehet mondani, utána gyakorlatilag, ahogy ők is mondták, ez a terület, megjelentek a laptopok, nem volt rá szükség, és tehát gyakorló fejlesztés ezen a területen meg is állt. A mai napig... Hányat gyártottatok? Ja, igen, nem tudtam megmondani, megnéztem az Aratónak a doktori disszertációtól, ez a terület is volt. Én szerintem ő összesöpörte a kettőt, ő 500 darabot mondott, tehát amit a vakok, tehát szerintem nem annyi. Annyit még azért hozzáteszek, hogy most Dombaváron van egy nosztalgia kiállítás, a kép Kovács Győzőről az egyik emlék kiállítás ott, és mit akartam ezzel kapcsolatban, most elmentem. Tehát van egy, és nem a nosztalgia kiállítás van, és ott van kirakva a Braille, meg egy másik Homelab 4, és hát a mai, most is ott is az egy vakkislány bizony nézegette, azt sem tudtam, mit csináljon vele, mert ő neki, mert kislány, na itt a 40, hát közben egy sakszámítógépet, ez most már itt van a kislány, nem tudott szegényként mit kezdeni vele, azon ki, hogy megnézte, és hát ugye hozzászokott a laptopja, speciális felhasználói programokkal látva, iskolába látó gyerekekkel együtt tanul, azt jelenti, hogy egy lépést tud tartani, mégpedig azért, mert egyrészt gyorsan ír vele, másrészt hangot is rögzít, hát képanyagja nincs, és jó tanul, és kiválóan zongorázik. Úgyhogy hirtelen, mivel már vége út is kanyec, lenne még mint mesélni. Köszönöm.